Az est során az Abba Szolút előadásában felcsendültek a legismertebb Abba slágerek, amelyeket a zenekartagok tapasztalatai szerint 1-től 99 éves korig mindenki ismer. Ebben segítenek a legendás svéd zenekarral kapcsolatos filmek, musicalek és színházi előadások. Sok gyakorlás kell ahhoz, hogy a közönség igazi Abba Show-t lásson a színpadon. Ezt már jó pár éve csináljuk, és az embereknek a reakciója alapján ezt mindenki szereti, úgyhogy hihetetlen érzés ezeket a dalokat énekelni, és nagyon jó érzés a visszajelzést is látni, és érdekes, mert azt gondoltuk, hogy ez egy retro műfaj, de gyakorlatilag a fiatalok is, ugye nyilván az Abba filmek hatására, de kívülről tudják a szövegeket, velünk együtt éneklik nagyon sokszor. A közönség azt várja el, hogy velünk együtt tudja énekelni, azt pedig akkor tudja megtenni, hogyha mi ezt a lehetőleg autentikusabban, ha lehet ezt a szót használni, így adjuk elő a dalokat. Ugye nyilván a mai világban egy picit változott a hozzáállás, ugye a tempók, tehát van egy-két dal, amit egy picit gyorsabban játszunk. Az Abba Szolút sikerét bizonyítja, hogy a 2008-as megalakulása óta eltelt időszakban egyre nagyobb lett a rajongótábora, valamint egy komoly díjat is elnyert már. Győrben volt megrendezve egy ilyen Abba verseny, és mi nyertük meg ezt a fesztivált. Minket láttak a legjobb Abba zenekarnak. Természetesen az Abba Szolút együttes tagjainak is van kedvenc Abba száma. Nekem van a Thank You For The Music, édesanyámnak a kedvenc dal volt, és akkor ez így maradt is. De az összes Abba dal, amit játszunk, az mind tetszik.